Este a Marseille félig hazai pályán játszhatja az Európa Liga döntőjét, hiszen a franciák Lyonban mérkőznek meg az Atletico-val. A finálét este élőben nézhetik itt a Digisporton. Kommentátorunk Haraszti Ádám már a helyszínen is van, őt kapcsoljuk most. Szia Ádám, hallasz minket? Tisztán és értetően jó reggel, szia! Szia, szia! Na mesélj, te azért megérkeztél már tegnap, igaz nem annyira a városban, de azért a stadion környékén jártál. Milyen a hangulat, mire lehet számítani, mire várnak az emberek? Hát nyilván ez érdekes, hogy az emberek mondjuk mire várnak, mert elég furcsa azért a kapcsolat az Olympique Lyon és az Olympique Marseille vezetői között. A szurkolók is azért kezdik most már ezt a rivalizálást egyre komolyabban venni, szóval az túlzás lenne állítani, hogy itt Lyonban mindenki feltétlenül az Olympique Marseille-t támogatja, de egyébként Franciaország abszolút a Marseille mögött áll, tehát a legtöbb klubnál már korábban is jelezték, hogy abszolút támogatják őket, nem véletlen, hiszen tényleg nagyon régen most már ugye több mint egy évtizede nem volt még csak igazából valós esély sem arra, hogy francia csapat európai kupadöntőt tudjon nyerni. Úgyhogy ilyen szempontból az ország abszolút. A Marseille mögött áll, a lyoniak lehet, hogy egy fokkal kevésbé, de azért alapvetően nyugodtan mondhatjuk, hogy élvezi majd a hazai pálya előnyét a Marseille. A városban azért sok szempontból van készülődés, ugye ki van alakítva a szurkolói zóna mind a két csapat szurkoló táborának, sőt van egy semleges szurkolói zóna is, ahová bárki benézhet, akinek kedve van, és kicsit jobban meg akar ismerkedni ennek a döntőnek a körülményeivel. És hát elég komolyak azért a biztonsági előkészületek is természetesen, azért Franciaországban sajnos ezt nem szabad elfelejteni, még a szokásosnál is komolyabban veszik, azt hiszem, azért errefelé ezeket a dolgokat, úgyhogy több helyen is lehetett látni, ez egy dolog, hogy rendőröket, de tényleg fegyveres katonákat is például a pályaudvarokon, úgyhogy ilyen szempontból is természetesen nagyon komolyak az előkészületek. Megérkeztek már a szurkolók, tehát őket lehet látni a városban, és egyáltalán mennyit várnak a szervezők? A városban lehet őket látni, ugye, hogyha jól tudom, 18 000 jegyet osztottak ki a két szurkolótábornak, majd ugye hivatalosan az Olympique Marseille a pályaválaszt, úgyhogy ilyen szempontból is hazai pályán vannak a marseilliek majd ebben a stadionban. Úgyhogy természetesen az nem lehet kérdés, hogy azért tele lesz majd ez a stadion itt a mérkőzés megelőzően. Azért volt csalók a kép tegnap egyébként ott a stadion környékén is, mert azért akik jártak itt, ugye például a magyar válogatottnak a Portugália elleni mérkőzésen, azok is pontosan tudják, hogy azért ez eléggé messze van Lyon belvárosától ez az aréna, sőt ugye gyakorlatilag a repülőtértől nem messze található ez a stadion, ahol most már az Olympique Lyon játsza a hazai mérkőzéseit, úgyhogy ott a stadion környékén hát tényleg csak lézengtek az emberek, mert a stadionban persze azért már bőven lehetett találkozni elsősorban ugye újságírókkal a tegnapi nap folyamán, úgyhogy ilyen szempontból csalók a kép azért ott kint arra felé. Beszéljünk egy kicsit a mérkőzésről, ugye még a Marseille edzője Rudi García is azt mondta, hogy az esélyesebb az Atletico, mire lehet akkor számítani, és azért egy kicsit az elődöntőkre is érdemes visszatérni, ugye mert a Marseille hosszabbítás után tudott tovább jutni, az Olympiconak kicsit egyszerűbb helyzete volt. Mire számíthatunk? Nagyon nehéz mérkőzése lesz a Marseille-nek, az teljesen egyértelmű. Nem véletlen, hogy García is azt mondta, hogy az Atletico az esélyesebb, és persze ebben az is benne van, hogy nyilván azért próbálja ilyenkor mindenki magáról lehessegetni az esélyesség terét, de hát ilyesmi semmiképpen nem nyomhatja a Marseille-t. Azért azt is látni kell, hogy Garciával az idei szezonban az igazán komoly mérkőzéseken azért elég komoly betlikbe is bele tudott nézni a Marseille, ugye Monacótól kikaptak 6-1-re például még a szezon elején, a Paris Saint-Germaintől ugye néhány napon belül kétszer is egymás után sikerült tavasszal a bajnokságban és a kupában is komoly pofonba beleszaladniuk, úgyhogy ezek feltétlenül ugye egyébként sem jó előjelek az ő részükről. Ennek az Atleticónak a védelmét feltörni pedig hihetetlen nehéz, ugye hazai pályán egészen elképesztő sorozata van az idei szezonban az Atleticónak. Jó, hogy most nem otthon fognak játszani, de ettől függetlenül is egészen elképesztő feladat. Vannak, akik azt mondják, hogy Európa legjobb védelme jelen pillanatban az, amely az Atleticónál található. Jiménez és Godin szenzációs kettőst alkotnak. Van, aki Jan Oblakot már a világ legjobb kapusának gondolja, ha ez talán még túlzás is jelen pillanatban, de egészen biztos, hogy a legjobbak közé kell őt mindenképpen sorolni. És akkor a középpályásokról még nem is beszéltünk, mert azért a védekezés már ott természetesen nagyon komolyan elkezdődik Simeone csapatánál. Hát nem lesz egyszerű feladat a Marseille-nek, de vannak olyan játékosaik azért, akik ebben bőven lehetnek képesek meglepetés szerzésére. Ugye ott van Florian Thauvin, aki a csapat legjobb gólszerzője az idei szezonban, aki az egyik legkellemesebb meglepetése tényleg ugye egyáltalán a francia bajnokságnak, ami ezt az évadot illeti, tőle sem számított szerintem senki
ilyen fantasztikus teljesítményre, ugye csak Edinson Cavani szerzett el a több gólt az idei szezonban a francia bajnokságban, és azért ő előkészítésben is igen erőteljesen jeleskedik. Dimitri Payet az utolsó 2-3 hónapban most már abszolút azt a formáját idézi, amit láthatunk tőle az Európa-bajnokságon, és amiért azt a 30 millió eurót kivizette érte az Olympique Marseille, hogy visszahozza őt Angliából. A kérdés az, hogy ki lesz a támadó, az egyetlen centere várhatóan majd a Marseille-nek. Ez az egész szezonban kérdés volt, az utóbbi hetekben azért úgy tűnt, hogy inkább Kostas Mitroglouban bízik Rudi Garcia. A francia kollégák azonban azt gondolják, és a mai ötükben is az jelennek, hogy Valère Germain lesz majd, aki a középcsatárposzton fog játszani. Erre nagyon kíváncsi leszek, de azt gondolom, hogy azért Simeone védői ellen első körben Mitroglou lehet a jobb megoldás majd. Most azt mondtad, hogy tényleg az Atletico-nak azért nagyobb lehetősége, illetve nagyobb esélye arra, hogy megnyerje ezt a mérkőzést, de hát azért ellenük szól az, hogy az edző nem ülhet a kispadon, ugye eltiltás miatt. Ez mennyire befolyásolhatja majd a mérkőzés végét? Simeone ezt is próbálta elhessegetni magától tegnap a sajtótájékoztatón, és nem igazán akarta ezt komoly problémaként kezelni, de nyilvánvalóan azért ő egy hatalmas motivátor, és ez is az egyik nagyon fontos fegyver ennek az Atletico Madridnak, hogy ők azért motivációnak ritkán vannak hiány. Nagyon érdekes volt látni ugye már az előző mérkőzéseken is, főleg az Emirates-ben egyébként ugye az Arsenal elleni első meccsen zavarták fel a lelátóra, amikor még ott gyakorlatilag egy VIP páholyból kellett néznie a mérkőzést, és tényleg látszott, hogy majd felrobban a dűtől, és legszívesebben mindenkit elzavart volna onnan a saját meg a környékéről, aztán az Atletico-ban ugye a visszavágó már egy teljesen üres boxból nézhette és követhette az eseményeket. Ebből a szempontból Mono Burgos is már, mint ami a motivációt illeti, biztos, hogy sokat tud segíteni a csapaton, és ezzel nem lesz probléma, és azt gondolom, hogy azért Simeonének az utasításai is el fognak jutni a játékosokhoz valamilyen módon, úgyhogy ebből a szempontból sem gondolom, hogy nagyon kéne félteni az Atletico-t. Rudi Garcia volt nagyon érdekes egyébként a meccsről, azt mondta, hogy ő nagyon sajnálja, hogy ez így alakult, és azt gondolja, hogy ez egy nem jó rendszer, hogy ennek így kell történnie, és egy edzőtől így kell megfosztani a csapatot. Ő nagyon sajnálja, hogy nem lesz ott Simeone a pálya mellett, tehát nyilván azért ő is át tudja érezni, hogy én ez a helyzet, azért ő is átért már hasonlókat pályafutása során. Várhatunk egyébként váratlan húzásokat a két csapattól? Azért most nagyon jól felvázoltad azt, hogy melyik csapattól mire lehet számítani, de hogy egy ilyen komoly mérkőzésre tudnak-e valami újat húzni? Garcianál abban mindenképpen lehet gondolkodni, hogy 3 vagy 4 védővel fog-e felállni az Olympique Marseille, hogyha abban gondolkozunk, hogy az Atletico alapvetően egy védekező felfogású játékot fog megint elővezetni, mint általában, akkor nem biztos, hogy nagyon érdemes ráállni erre a 3 védő szisztémára, ami ugye igazából 5 védőt jelentene a játékban. Ez lehet a legfontosabb kérdés ennek a mérkőzésnek. Azért a francia kollégák azt gondolják, hogy marad az a 4-2-3-1-es rendszer, amit általában megszoktunk. Az lett kérdés, hogy Luis Gustavo például a védelemben vagy a középpályán fog-e játszani, ugye alapvetően védekező középpályásként számít, posztja egyik legjobb járnok Európában. Ehhez képest a tavasszal azért nagyon sokat játszott ő középhátvédet is, inkább 3 védős rendszerben. Azért azt gondolom, hogy ha 4 védős rendszer lesz, akkor azért inkább a középpályán fog szerepet kapni. Ebben az esetben ugye Rolando játszhat valószínűleg majd Adi mellette a védelem közepén, aki ugyanak a Salzburgi mérkőzésnek volt az érdekes hőse, csereként beállva hosszabbításban ő fejelt előtte tovább a csapatot, ugye egy olyan szögletet követően, amit nem kellett volna megkapni a csapatnak. Ezek lehetnek igazából a nagy kérdések. A spanyoloknál egy érdekes dolog van, hogy a Juan Fran elméletileg játszhatna újra itt a döntőben már a sérülését követően, ennek ellenére sokan azt gondolják, hogy Sime Vrsaljko fog helyet kapni a védelemben, aki azért annyira nem volt meggyőző az idei szezonban, meg úgy egyáltalán, amióta megérkezett az Atletico-hoz, és hát ugye ő volt az, akit az Arsenal ellen nagyon gyorsan a mérkőzés elején kiállítottak már Londonban. Mindkét csapatnak vannak sérültjei, hiányzói, ezeket most ugye azért nagyjából felsoroltad. Ez mennyire változtat mondjuk a játékon? Mennyire változtathat a csapatoktól megszokott képen? Jelen pillanatban úgy tűnik, és ez nagyon érdekes, hogy mindenki hadrafogható, mind a két oldalon, ez ugye egyáltalán nem volt biztos a mérkőzés megelőzően. Dimitri Payet volt a legnagyobb kérdés. Tegnap ott volt azonban a sajtótájékoztatón is, természetesen ő abszolút azt mondta, hogy tökéletes állapotban van, ő ugye kénytelen volt kihagyni a Marseille-Gengam elleni pénteken lejátszott, előbrehozott idegenbeli mérkőzését a bajnokságban az utolsó előtti fordulóban. A lelátóról nézte végig az elnök mellől azt a mérkőzést, de azt mondta, hogy abszolút jó formában és jó állapotban van. Viszont érdekes módon tegnap a Marseille-nek az edzése mindössze bő 20 percen keresztül tartott, ugye 1 órás lett volna egyébként az utolsó tréning itt a Lyon stadionjában.
Valamiért Rudy Garcia aztán nagyon gyorsan levezényelte a játékosait, gyakorlatilag semmit sem csináltak lent a pályán, úgyhogy ebből a szempontból sem lettünk sokkal okosabbak, hogy pályát milyen állapotban van. Nagy meglepetés lenne, hogyha ő ott nem lenne a pályán, és természetesen hatalmas érvágás is a Marseille-nek, de azt gondolom, hogy ott lesz a kezdőcsapatban. Hát este minden kiderül. Ádám, köszönjük szépen a helyzetjelentést, és jó munkát kívánunk neked, de jó szórakozást is, mert azért végül is az is lesz. Köszi. Hát bízom benne, köszönöm szépen.